A Magyar Állami Operaház a Fényűző Andrássy út egyik éke. A neoreneszánsz épületet Ybl Miklós tervezte, melynek 1884-es megnyitóján többek között a Lohengrinből is játszottak részletet. Igazgatói között olyan hírességek is megtalálhatók, mint Erkel Ferenc és Gustav Mahler. Az operaház ad otthont ugyancsak a Magyar Nemzeti Balettnek is. Egyik látványossága a nézőtér fölött függő 2,1 tonnás csillár, de számos ismert festmény és szobor is díszíti. 1886 óta ad otthont a Budapesti Operabálnak, ami az év egyik legnagyobb eseménye.